Ágnesnek, és a lehetőséget, hogy ebben az iskolában, ahol mi ketten jártunk, most itt lehetünk, és gyönyörködhetünk ezekben a képekben. Kicsit személyes is leszek néha, de hát őt kicsi korától ismerem, egy utcában laktunk, és pici fürtös szőke kislányt játszott az udvarunknak a homokjába, úgyhogy innen is az ismerettségünk, de nem csak innen, hanem ő a fodrászom, egyszerűen. Úgyhogy ettől is ilyen, ha nagyon jól sikerül. És ez a munka, amit ő végez, mondjuk az embereknek a hajával, legalább olyan kreatív munka, mint amit ő most legújabb szeremével a fotózással alkot. Annyi izgalom, annyi szépség van ezekben a képekben, és ezek tényleg nagyon-nagyon megkapó. Odafigyel az emberekre, ahogy készülnek ezek a képek, akkor is, de akkor is, amikor minden egyes pillanatában, amikor elkészülnek. Sőt, mivel néhány esetben ott voltam jelen a részese ezeknek a képeknek a születésekor, nem mondom meg melyiken, de nagyon izgalmas őt úgy látni, ahogy belefeledkezik a munkájába, ahogy élvezi, ahogy megszűnik körülötte a világ, és ez tényleg egy nagyon-nagyon különleges élmény. Ő, aki folyton kíváncsi, mindig terveket sző, mindig kitalálja, hogy éppen akkor legközelebb milyen képet fog készíteni, ez nagyon-nagyon nagy élmény. Amikor először láttam a fotóit, benn voltam a fodrászüzletben, és akkor már láttam, ki voltak téve, mert a National Geographicnak a napképe díjait nagyon sok esetben elnyerte. Egy néhány részlet, néhány kép kinn is van, meg is lehet nézni. Amikor van egy képe, amikor egy vörös háttérben vízisízű a vizen úszik, és ezek a poznák, amik keresztbe kifeszülnek a képen, szinte átszabdalja. Ez nagyon hatásos kép, de az az igazság, hogy most, amikor így nem reggel, hanem most mielőtt jöttem és végignéztem ezeken a képeken, annyira magamban éreztem, és annyira hatottak ezek a képek, hogy nagyon-nagyon szeretném, ha önökben ugyanezeket váltanák ki. Ugyanúgy hagyják, hogy magukba, a zsigereikbe hatoljanak ezek a képek. És amiről mondjuk terveztem, hogy beszélek képeket, pont nem láttam, mert annyi-annyi gyönyörű képe van, amiről még tudhatnék beszélni, mert megindító, ahogy a fiatal fiú felsegíti az idős nénit, az Rákoskeresztúr központjában van. Vagy az a fotója, amikor véletlenszerűen beállította a Balaton partján a gépét, és egyszer csak akkor volt egy víz alatti robbantás, és pont azt a képet elkapta. Mert ettől lesz olyan különleges, és ettől nem hétköznapi egy fotós, mert mindenki előveti a mobiltelefonját, fotózhat vele egy-két képet, de nem lesz olyan, hogy ő észreveszi azt az icipici mozdulatot, azt a mozzanatot, azt a rákészülést, amikor elkészül egy kép. És én úgy gondolom, hogy ettől lesz igazán valaki művész. Erről nem kapunk bizonyítványt. Viszont bizonyíthatjuk azt azokkal a képekkel, amit majd itt önök láthatnak, hogy születik egy művész. Én ebben hiszek, és ezen úton halad az Ágnes is, mert ő mindig azt mondta, hogy nem a tökéletességre törekszik, hanem a természetességre. És ezt tükrözi az ő képei. Kívánok a munkájához nagyon sok kitartást, erőt és elismerést. Ez az első elismerés, amit most látunk, és nagyon kívánom még, hogy találkozzunk vele mindannyian egy következő kiállításán. Köszönöm szépen!
nem csak emiatt, hanem amiatt is, mert én mindig szeretem a természetet, mindig szeretem az embereket, az emberek érdekességét, a titokzatosságát, a tájék szépségét, és akárhány szemlátom, fotósoktól ilyen szép-szép tájképeket, ő már valószínűleg, hogy ezen az úton maradok, és az autó szeretnék elmondani. Ezek abszolút részlet összenek a fotóiakon is, továbbá az is látszik, hogy a fényben rajzolsz, hogy ez össze a mennyire bővülne, és olyan nehezen kellene a esően, és tehát ezt kérdezem azt, hogy kérdünk. Ez már azt jelenti, hogy igen, valamit jól látok, valamit jól csinálok. Tehát, hogy olyan pillanatokat tudok lefotózni, amit lehet, hogy minden mindent látok. Elmegyünk mellette, nem foglalkozunk vele, mert tényleg ez olyan természetes. De amikor fényképpen látjuk ezeket a pillanatokat, akkor azt mondjuk, hogy hú, tényleg. Igen, ez így van. Az volt az első esküvő? Nem.